Az egyesületek nevével ellátott táblák mögött sorakoznak a polgárőrök a 17. polgárőrnap megnyitóján Nagykálló harangodon. A színpadon Szigeti László, önkormányzati alelnök köszöntötte a megjelenteket, és kitért a jelen és a jövő kihívásaira. Nagyon szertágazó a feladata a polgárőrségnek. Az elmúlt több mint 30 év során bővült a feladatunk, csak az utóbbi évekre szeretnék utalni, hogy kibővült a határvédelemmel például, amit elég aktívan végeztünk a déli határon, ugye a migráció elleni küzdelemben, és egyéb tevékenységet is, például a Covid idején a szociális intézményekben, az oltópontokon segítkeztünk, tehát a hagyományos közterületi járőrszolgálat mellett ezekkel a feladatokkal az utóbbi időszakban kiegészült olyannyira, hogy most már a polgárőr törvény is felhatalmazást ad a polgárőrségnek arra, hogy a rendőrséggel közösen a határvédelemben is részt vegyen. Szigeti László azt is elmondta, a polgárőrség fókuszába került az illegális szemétlerakás, és a jövőt illetően pedig az ifjúságvédelem. Mind a két területen nagyban segítik majd a rendőrség munkáját. Ezt nem én mondom, ezt a rendőrség, a belügyminisztérium mondja, hogy a legfontosabb stratégiai partnere a rendőrségnek a polgárőrség. Egyfajta kinyújtott karjaként is emlegetik sokszor a polgárőrséget a rendőrség. Mi pedig közös szolgálatokkal, vagy az olyan település részeken, ahol nem él oda a rendőr, ott pedig igyekszünk a közrend fenntartásában aktívan közreműködni. Több mint 60 ezer tagja van az Országos Polgárőr Szövetségnek, és körülbelül 2000 egyesületben végeznek munkát. A legjobbjainkat igyekszünk ilyenkor elismerni, nem csak mi, hanem a legfontosabb stratégiai partnerünk a rendőrség részéről is lesznek elismerések átadva, illetve a helyi település polgármestere is díjaz majd arra méltó polgárőröket, és ilyenkor nagyon jól esik a díjazottaknak, és egyfajta lendületet ad a további munkához, hogy ilyen nagy fórum előtt is elismerik a tevékenységüket. Az egésznapos rendezvényen kísérő programok is szórakoztatták a megjelenteket.